A héten lett 70 éves a sebész rákutató sportvezető, aki háromszor nyert olimpiát párbajtörvívásban, háromszoros világbajnok, tőrözött is, abban olimpiai negyedik volt csapattal. Ott van a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének vezetésében, úgyhogy hát Isten éltesse Fenyvesi Csabát, ő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok és köszönöm szépen! Családi körben ünnepelt? Hát egy nagy meglepetés parti szervezett a feleségem, és tényleg meglepődtem. Úgyhogy, hogy egy, egy, nagy baráti társaságban ünnepeltük meg a 50. születésnapomat. Sok vívó is volt? Nem, nem. feleségem szervezte, ő válogatta ki a barátaimat, és valahogy úgy gondolt, hogy hát majd talán eszébe jut a, a Vívó Szövetségnek is, hogy betöltöttem a 70. évemet, és majd akkor ők szerveznek nekem valamit, hát még ott nem vagyok 70 éves. Hát ez ré ré részint furcsa, részint megmondhatjuk, hogy lehet, hogy akkor ez, ez örömtel is, hogy ott még nem kezelik 70 Lehet, évesben. hogy előbb-utóbb oda is eljut a <laughs> <Pár> éve. Éve. <laughs> De hogyha viccet akkor egyébként a, a, mai napig meglévő baráti körben sok a Vívó? Van néhány, Ata? nem sok, nem jellemző. Van egy-két nagyon kedves vívó barátom, volt vívó barátom. Ö, Mert hogy ugye, ha visszagondolunk ha a gyerekkorra, akkor, akkor az is ott kezdődött, hogy jó szomszédok voltak, igaz? Igen, igen, egy hát belaktam a Kamuti de ez Egy nehéz kérdéssel mi a, a csapatban sporttársak, csapattársak voltunk, nem intenzív barátok. Egymásért kiáltunk, egymásért harcoltunk, de ö, Sokszor mondogattuk azt, hogy a sok edzőtábor, meg sok külföldi út miatt többször láttuk egymást, mint a saját feleségünket, úgyhogy amikor vége volt az edzőtábornak, vége volt a versenyeknek, ki kiment a maga útján. Uh -huh. Szóval akkor nem azokból alakultak ki az igazi barátságok. Nem, nem. Uh -huh. Egyébként a gyermekeket, a gyerekeit sikerült megfertőzni? Hát a, a mind a két gyermekem vívott, a lányom nagyon rövid ideig, a fiam még a mai napig is vív, állítólag nagyon tehetségesed, hát még csak 16 éves, még van ideje bebizonyítani, hogy igaz-e a hír. De akkor nem a, a, az apja szokta instruálni meg? De... Nem, én mondtam neki, fiam, minden sportot csinál, csak ne párvaj Hát na, hogy azt csinálja. <laughs> de miért akarta eltiltani tőle? Vagy hát nem eltiltani? Nem tudom, ez olyan furcsa dolog. Mindig a, a, a szüleivel hasonlítják össze, hát, hát most például a kovács gyerekeket a kovács pali bácsival, hát nem lehet összehasonlítani. És sokkal jobb lett volna szerintem, hogyha a másik sportágat választja. de ő imádja, csinálja, lelke, szereti, és én bízom, és elég ügyes is, hogy bízom benne, hogy, hogy sok szép eredmény vár még rá, hát meglátjuk. Ha ugye a csapattársakkal az ember nem volt olyan igazi nagy barát, hiszen állandóan gyűrték egymást, meg állandóan össze voltak zárva, akkor az egykori szomszédok, például a kamuti, megmaradt a barátság? Megmaradt, hát ez volt barátság. Hát a, a, más nem mondjak, a, a a mellett az edzője a fiamnak. Úgyhogy hát ez nyilvánvalóan feltétel egy baráti kapcsolatot is vagy. Amikor idén-nyáron 40 éve volt, hogy olimpiát nyertünk utoljára, gondolj nem tegnap volt, akkor szinte magától értetődően pattant ki az a gondolat, hogy a Schmidt palival Erdősenyival négyesbe megünnepeljük ezt az eseményt. Úgyhogy hogy hát ilyen szinten persze, hogy barátok vagyunk, csak nem heti összejáró ö, ö, módon. Az, hogy orvos lett, nem is akármilyen, hogy kutatása is foglalkozott, az akkor, amikor egyetemre járt, és amikor még csak belekezdett a szakmába, akkor mennyire volt nehéz összeegyeztetni azt, hogy valaki ilyen szinten benne legyen az élesporozóban. Ez egy hosszú, hosszú történet. Nekem nagyon szerencsés helyzetem volt, mert amikor én az Debreceni Református kollégiumba lekerültem, 56 után az összes hát ö, ö, olyan tanárt, akik bármilyen módon a forradalomban érintettek voltak, az egyetemről loxálták és persze az én biológia tanárom, az, egyetem, orvos egyetemnek a biológia tanszék vezető tanára volt, úgyhogy nem volt nehéz dolga, hogy megfertőzön engem a kutatással és az orvos tudománya. Tehát akkor tulajdonképpen 56-nak köszönheti. Hát azt nem mondanám, de, hogy de ő, a rendőrösszeri de... református kollégiumnak. És hogyan sikerült hosszú távon vagy középtávon is összeegyeztetni a két dolgot? Én, Ilyen amikor sportos... elvégeztem az egyetemet, én korvonsztani, korsztani vizsgálatokra mentem, tehát gyakorlatilag nem páciensekkel foglalkoztam, hanem szövettannal, meg hát a vonszteremmel. Úgyhogy az alatt az idő alatt bőven volt időm utazni, és utána meg elég sok nehézséget okozott. Tehát amikor aztán három év után Felmentem a sebészeti osztályra, akkor elég sokszor probléma volt. De meg tudtam mindig szervezni, úgyhogy... És a kétfajta mentalitás, hogy az ember orvosként, kutatóként nagyon alapos, nagyon fegyelmezett, élsportolóként is fegyelmezett részén, de azért ott, ott, azért ott kell lenni a, a vagánságnak, meg a csívészségnek. És azért abban a csapatban hát, is ott volt, nem? Hát ez ugyanez unatkozik a sebészetre is, a sebészet minden pillanatban döntéseket hoz, és... és ez a kettő nagyon jól kiegészíti egymást. Nem véletlen, hogy nagyon sok sebész vívó, ö, van, hát a kauszpista, a elő nem akarom sorolni tovább, de nagyon sokan vannak. Ez, ez feltételezi ugyanazt a fajta mentalitást, hogy bevállalom azokat a kockázatos dolgokat, megtanulom azokat a precíz munkákat, amik szükségesek mindkét, mindkét mesterséghez. Hogy nincs, nem állnak ezek a dolgok a mármint jelenben és hát két ügyességben távol egymástól. E, mit gondolod, hogy ma, ma még összeegyeztethető ez a két életvitel? Tehát a, a tudományos gyógyító tevékenység meg az élsport? Feltétlenül, legalábbis vívásban felt. Van néhány olyan sportág, ahol nem létezik az, hogy valaki párhuzamosan ne végezzen intenzív szellemi munkát, különben soha nem fog tudni eredményt elérni tudja ezt mindenki, a vízilabda, a kosárlabda, a vívás, nagyon sok olyan, olyan sportolót ismerünk, akik diplomások és válogatott versenyzők. Ez egy bizony, van, vannak van, olyan sporták. A vívás mindenképpen ezek kell, között az kell, kell hozzá, az kell hozzá, hozzá hogy most uh -huh. azt mondjuk, hogy, hogy dörzsöltség vagy, 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 szellemi színvonal, nem tudom, ezt, ezt, ezt mondják ki mások. De tény kérdés az, hogy például a Müncheni olimpián a Ebben a három sportákban volt a 90% -a, a diplomásoknak, amikor kint volt a nem tudom, hány száz szagú uh -huh. Az igaz, hogy egyszer a, a Páston is életet mentett? Hát, nagyon, nagyon, nagyon szomorú történet, mert a, a Pető Lacinak szúrták át a melkasát, és hát amíg a mentők megjöttek, addig gyakorlatilag hát befogtam a, a, a két sebet, hát nem én mentettem meg az életét, de olyan hihetetlen volt, hogy, hogy, hogy a nyaka kellős közepén itt, itt egy eltölt pár a penge, karján eltölt a penge beszaladt, uh -huh. és a hát a közepén jött ki. És hát egyszerűen nem akartuk elhinni, hogy, hogy az, hogy ez létezik, másrészt pedig hát nagyon hosszú, több órás, hát azt hiszem, vagy 8 vagy 9 órás műtét volt, és Hát az meg, hogyha három korbosznak milliméter lassasággal vezeti át a pengét, akkor nem tudta volna ilyen szerencsésen átszúrni, mert a sziburkot megsértette, a nagyereket megsértette, szóval hihetetlen szerencsé volt. Nekem annyi volt a dolgom, hogy, hogy befogtam a és ordítottam, hogy hívjátok a mentőket. Hát, ez nem gondolnám, hogy ez életmentő. De szerencsés vége lett annak. Nagyon szerencsés, a... igen. Ha így végig gondoljuk, így heteműen... Emberileg mi az, ami, amit leginkább a sportnak köszönhet? Jó kérdés, jó kérdés. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az ember küzdjön tisztességgel, amíg a szabályok megengedik, és a vereséget szenved, akkor fővel nyújtson kezet. Ez a legnagyobb dolog, amit, amit, én úgy gondolom, hogy a sporttól bárki megtanulhat. Hogy a győzelmet is nagyon nehéz elviselni, de a vereséget még nehezebb. Ezt, ezt kitől tanulta? Talán a Bajbéra bácsi bácsitól, a tisztelt mesteremtől. amikor, amikor megnyertem az, els, az, egyéni olimpiai bajnokságot, akkor két dolgot mondott. Az egyik az, hogy fiam, és itt az ide, hogy megtanulj vívni. <laughs> Azt mondta <laughs> az olimpiai <kicsinktani>. bajnoki <laughs> És a másik pedig, hogy, hogy a szerénység az a legfontosabb, amit ettől a percről kezdve gyakorolnod kell, mert tényleg így van, hogy, hogy hogy megváltozik az ember élete, meg a, a, akik közelednek az olimpiai bánokhoz, azok is valahogy másképpen másfajta állatfajta vagyunk, amikor olimpiai bajnokok leszünk más. más. És ez, ez erre mi volt a receptje, hogyan sikerült ezt kezelni? Mármint mire? Hát ezt a, ezt a hogy megmaradjon az ember szerénynek, hogy, hogy úgy, úgy közeledjenek hozzá mások is, hogy... Ne éreztesse velük, hogy egy, egy olimpiai hát bajnok, egy, egy háromszoros egy, olimpiai bajnok. Nem, nem mondanám, hogy ez igazán sikerült, mert sok mindent mondanak rólam, de azt nem, hogy szerény ember vagyok. De Melyet? az ténykérdés, hogy, hogy nagyon megosztó ez a helyzet. Mert amikor találkozik valaki egy olimpiai bajnokkal, akkor kétfajta reakció van. Vagy nagyon örül neki, hogy egy olimpiai bajnokkal megismerkedhet, vagy pedig egy ilyen válvonogatás, na és mi van akkor? Tehát, tehát nincs egy átlagos kapcsolatfelvétel, csak a két szélsőség létezik. E, és azt mondja meg végül, hogy e, félti -e a magyar vívást? A szövetség olyan, amilyen, a szövetség ugye még nem 70 éves, de félti a magyar vívást? Nem, nem, nem. Egyrészt nagyon népszerű. Nem tudom megmondani, hogy mitől, de nagyon népszerű a vívás Magyarországon. Rengeteg tehetséges gyerek van, és hát elindította a, 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 a kulcsárgyőző, győző az olimpici mozgalmat, és érdemes lenne egyszer önöknek is kijönni egy ilyen olimpici versenyre, 230 gyerek indult el most a legutolsó olimpicin. És a 10 éves gyerekektől egészen a 14 évesekig hihetetlen három korcsoport van, fantasztikusan lelkesek, és nagyon-nagyon sokan vívnak. Egy tény, hogy nagyon drága sport, nagyon drága sport, de rengeteget csinálják. Hál' Istennek jó edzők is vannak Magyarországon, nem ment el mindenki külföldön, mint ahogy azt sokan mondják egyáltalán nem féltem, biztos vagyok benne, hogy sok szép sikert fognak nekünk még szerezni a vívók. Hát mert hogy ezek szerint akkor a magyarok gényében benne van a vívás, és én akkor a végén még egyszer, hát a boldog születésnapot. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.